Suzuki Kimiyoshi 24 éve él Magyarországon. Kenjutsut, vagyis kardvívást oktat, emellett haddanos feketeöves karatemester. Nagyapja valódi szamuráj volt, a hagyományokat pedig ő maga viszi tovább. Suzuki Kimiyoshi, vagy ahogy hazánkban nevezik a pécsi szamuráj, Tokióban született. A harcművészetekhez való kapcsolata nagyapjának köszönhetően szinte magától értetődő volt. Makita Sigekatsu ugyanis az utolsó szamurájuk egyike volt Japánban a 19. század végén. Nagyapám 1854-ben született, és Aizunak hívják ez a része. Japánban északi része volt. Ez a fiatal koron Pearl Harbor volt. Ez a Pearl Harbor harcolta, de kettő csoport, ilyenkor kettő csoport volt. Regional csoport, ez a Bakufu, ez a Tokugawa, a shogunnak ez a klánja. Ez másik csoport, ez a általában Kyushu, vagy Nyugati Japánból jött, ez a Chasa csoport. Ez a nagyon sokat harcoltak, de Chasa csoport, ez a használtak, ez a új fegyvert, új típus puska volt. Ez a olyan, mint a Western, ez az amerikai filmben, ez a másik csoport, ez a Nagyapám csoport, ez a nem volt ilyen, nagyon régi puskával, vagy katanával harcolta. De majdnem mindenki meghalt, de nagyon szerencse volt, ez a Nagyapám életben maradt. A szamurájok korának Japánban lázadásaik leverésével hivatalosan 1877-ben vége lett, szellemi hagyományuk azonban tovább él, például Suzuki Kimiyoshinak köszönhetően. Gyerekkorában kezdte el tanulni a hagyományos japán kardvívást, vagyis a kenjutsut, amelynek nagymestere lett. Emellett karatéban is jeleskedő fekete öves, haddanos mester. Hazánkba 1986-ban érkezett először, eleinte csak pár napra jött, aztán megismerte mostani feleségét, és végül a 90-es évek elején letelepedett. Az első években visszahúzódva élt, ám ahogy az idő telt, egyre többen szerettek volna tőle tanulni. Először karatét tanítottam, ez a szomszédos gyerekeknek ez a karatét tanítottam, de valaki mondta, hogy a kendót is akarja tanulni. De sajnos kendó, én is tanultam ez a kendót, de nem volt ez a sisak, ez a kote, ez a védő, ez a test védő, ez a kéz védő, nem volt. Ma már országszerte rengeteg tanítványa van, de járnak hozzá külföldről is. A mester állítása szerint a kenjutsu kötött forma gyakorlatait elsősorban nem a gyakorlatban használható vívótudás, hanem a szellemi fejlődés elérése érdekében gyakorolják edzésről edzésre. Ez nem csak test építés, vagy erős lenne, mint a többiek, hanem lélekkel erős lenne. Ez fontos. Ez koncentrálni kell. Koncentráció. Ez legfontosabb. Maga az edzés az főként a hagyományos japán harcművészetekre épül fel, próbáljuk megőrizni a hagyományokat. Az edzés elején és végén ugye lehetett látni a hagyományos tiszteletadást. A
az edzés eleje pedig mindig magára a Jikishin Kageryu Kenjutsu-ra épülő, hát az azokhoz tartozó mozdulatokkal kezdődik, azokat használjuk bemelegítésnek, és utána pedig folyamatosan haladunk felfelé az egyre nehezebb és bonyolultabb gyakorlatokkal. Ő tényleg át tudja adni azokat az értékeket, azt a tudást, amit kint Japánban szerzett, és így magának az edzésnek is van egy olyan érzete, hogy mintha tényleg Japánban egy dojo-ban lennénk, és a szamuráj kódexből tanulnánk.